más emberré leszel. Eddig itt állt, eddig mentél, eddig tekerettél, mindent elköltöttél, mindent elfüstöltél, mindent, de az Úrnak szelleme rád száll, más emberré leszel. Minál te kisfiát? Avagy Saul is a proféták között van, 11. vers. És felele egy közülök és mondta, ugyan kicsoda az atyuk? Azért lett példabeszéddé, hogy Saul is a proféták között van. És mikor elvégezte a profétálást, nem hazament. Nem hazament Saul, hogy aludjon egy nagyot, hanem hova megy az az ember, akit Isten szelleme betölt? Föl a hegyre. A hegyre. A hegyre. A hegyre, mondom neked, a hegyre. A hegyre. Hova? Ez imádkozás. Ahol a hegy, ahol megnyílik a szád, ahol fogsz imádkozni, ahol harcolsz, ahol tusakodsz, ahol hegyre. Nem fizikai hegyre gondolj, mert ma már szellemben és igazságban imádjuk az Isten. A hegyre. Fölmegy a hegyre, nézzétek. Három fölkiáltó jelet, kettőt tettem ide magamnak. Föl a hegyre, föl a hegyre. Ne, terhed van, töltekezz be és menj föl a hegyre. Az ellenség mindenütt ott van. Mindenütt kétségbe vonják azt, amit Isten elhívott téged. Azt mondja a 14. vers, Saul nagybátyja pedig mondta a szolgájának. Megkérdezi, nem mehet a Sault megkérdezni, oda ment a szolgához. Hol jártatok? Minden jönnek a plegyisek. Mindent akarok tudni. Valakivel beszéltem a héten. Mindent tudok. Az egész gyűlit tudom, hol jár, mit csinál, mi van. 8 hónapja nem volt itt, de mindent tud. Borzasztó. Nézzétek meg, hol jártatok? Mondja a szolga, a szamarokat kerestük. És eljutottunk a látóhoz. Nem találtuk. Mivel nem találtuk, elmentünk. És akkor mondta Saul nagybátyja, ugyan mondd meg nékem, mit mondott neked Sámuel. Sokvár meg mit mondott. Nem véletlen megyünk a látóhoz. Nem véletlenül megyünk az Istenhez. Akarod tudni mindent? És mit olvasunk? Ó, de bölcs volt. Mert Isten bölcsességet ad. Tudjátok, a Szent Szellem, amikor leszáll, akkor nem egy méteres körzetbe teríti be a területet. Amerre Saul ment utána, mindenütt be volt terítve, amikor hozzáért a szolga mellé áll, a szolga is betöltekezett Szent Szellemmel. Mert Isten szelleme az tűz. Mit mond? Azt mondja, mondd meg, mit mondod? És mondta Saul szolgája nagybátyjának. Nyilván megmondta nekünk, hogy megtalálták a szamarakat. De amit Sámuel a királyságról mondott, nem beszélte el nékik. Tanuljátok már meg végre, hogy nem kell mindent kimondani. Tanuljátok meg, mindannyian tanuljuk meg, hogy az Isten cselekedjen előbb, aztán beszéljünk. Tanuljuk meg, nézzétek meg. Nem mondta ki, hanem mit tett? Várt. Kire várt? 7 napig. Kire várt? Nincs leírva, vagy hazament. Vagyis 7 napot a hegyen töltött. Nem ment haza. Nem ment haza. Fölment a hegyre. Hiába ment az apja, fiam. Saul fiam. Kis apám. Drága apám. Velem olyan dolgok történnek. Hadd maradjak itt a hegyen. Maradjak itt a hegyen. És 7 napig vártott, 7 napig, és megérkezett Sámuel. Összeszaladt megint a falu. Figyeljétek! És amikor összehívta Sámuel a népet Mispába az Úrhoz, mondta, így szól az Úr. Halleluja. És adott neki királyt. Adott neki királyt. Sámuel, egy másik fordításból hadd olvasom föl, mit mondott nekik. Akkor az olajtartót elvette, 10. rész első vers, és olajat öntött a Saul fejére, megcsókolta az arcát. Testvéreim, hadd mondj egy mondatot, hadd. Milyen nagy ünnepélyes lett volna,
ha 30 ember nagy díszünnepségen ott kente volna királyá, milyen nagy ünnepség lett volna? Milyen nagy buli? Senki nem látta. Kívül a falunk, kívül a városon, kívül senki nincs jelen, csak a próféta, meg Isten, meg a király, illetve Saul. Még a szolgát is elküldi. Érted? Nem a látványra törekszik Isten, nem a tömegre, hanem az elhívásra, az odaszállásra, a hűségre. Azt mondja, és mondta, megcsókolta az arcát, és azt mondta neki, látod, az örökkivaló fejedelemmé tett téged saját népe fölött, amely örök tulajdona. Hú, amikor ezt az mondatot olvastam, saját népe fölött fejedelemmé tért téged, figyelj, mely nem a tiéd, hanem az ő tulajdona. Testvéreim, aki ide jön erre a helyre, akár bizonyságot tenni, akár elmondani bármit, akár a gyerekekkel, akár a dicsőtéssel, akár milyen szolgálatban vagy, tudd meg, hogy uralkodó vagy, király vagy, de nem ki fölött, az Úr tulajdona fölött. Nézd csak meg, saját népe fölött tett téged fejedelemmé, amely az ő örök tulajdona. Örök! Nem hagyta ránk! Egy pásztorra se hagyta rá Isten, hogy uralkodjon a gyülekezet fölött, hanem a szolgálja. Mert ő a tulajdonos. Örök tulajdona. Remegjen bele a szíved, hogy szolga vagy. Aki föl van kenve, szolga vagy, aki be van töltve Szent Szellemmel, szolga vagy, aki látja a jövőt, szolga vagy, aki lehet, hogy ítéletet is lát, szolga vagy. Akkor az örökkivaló szelleme rád száll, és más emberi leszel, megváltoztatni. Dicsőség Istennek. És azt olvassuk, hogy összehívta Micpába népet, és elmondta Salmúja a népnek. Ide jöttetek. Összehívtalak titeket, de ti föllázadtatok Isten ellen. Mert királyt akartok. Pedig én vagyok a ti királyod. Most ad nektek az örökkivaló királyt. Én itt a király. És fölkente ott előttük is, előbb választás útján. Figyeljétek csak! A törvény szabályai szerint kiválasztották Sault. A 12 törzsből a szabály szerint, hogy hogy kell sorsvetéssel kiválasztani, szólt valakinek, hogy vesd ki a sorsot. A 12-ből kiválasztották Benjamin törzsét. A Benjamin törzséből kiválasztották sorsvetéssel kis családját. Kis családjából a gyerekek, fiak közül kiválasztották Sault. És mondják, hol van? Hol van a király? Hát nincs itt. És megint, mit tesz Sámuel? Nem esik kétségbe. Hanem mit csinál? Oda megy, megkérdezi az urat. Hol van Saul? És mit mond az úr? Elbújt a csomag közé. Milyen királya lesz Izraelnek? Hát a csomag közé bújik. Értitek? Bebújt a csomag közé. Elrejtőzött. Magára húzott egy plédet, vagy egy sátorlapot. Menjétek, hozzátok el, abban a sátorban van ott benn. Oda mennek, kiszedik, és mondja, a proféta hív téged. Oda megy. Rájönti újra, imádti királyatok. A nép elkezd kiáltani, kiabálni. Éljen a király, éljen a király.
Mi volt ez? Lázadás Isten ellen. Mert az Úr volt az ő királyuk. Sámuel elvégezte munkáját, azt olvasom, és elment haza. És Saul pedig elkezdett uralkodni. Elkezdte a királyságát. Elkezdte a munkáját. 40 évig volt király a király. Az élete utolsó 10 évében mindent elveszített. Mindent. El lehet veszíteni a Szent Szellem betöltekezést. El lehet veszíteni a királyságot. El lehet veszíteni minden áldást. El lehet veszíteni a nyelveken szólást. El lehet veszíteni minden ajándékot. Föl lehet élni. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy szól Isten egyszer, szól kétszer, szól háromszor, megint, hogy bűn. És te azt mondod, hogy be vagyok töltve Szent Szellemmel, és nyugodtan dohányozhatok. Tegnap valakivel beszéltem erről. Ha be vagyok töltve. Megengedte Isten, én is csodálkoztam rajta. Nem, föl fogja élni. A Szent Szellem egyszer csak ott hagyja. A küszöbig fog menni az élete küszöbéig, és onnan visszamegy a hegyre. Mert meg van írva. És utána föléli minden erejét, energiáját, és elveszít mindent, mint Saul. El lehet veszíteni. Mivel veszített el? Fölélte az áldást. Nem ment vissza az Úr hegyére többet. Nem ment vissza. Testvéreim, nincs többé írva, hogy visszament az Úr hegyére. Vissza kell menni az Úr hegyére. Nem hallgatott az Úr szavára. Okosnak, bölcsnek gondolta magát. A dicsőséget nem adta Istennek. Önmagának. Emlékoszlopot állított. 1 Sámuel 15-12. Nehogy a reformáció egy ilyen nagy emlékoszlop állítás legyen. Emlékoszlopot. Az Úré a dicsőség. Minden dicsőség az Úré. Mi volt? Belépett egy olyan szolgálati tisztbe, amely nem az övé. Nem engedte meg neki Isten, hogy áldozatot mutasson be. És ő áldozatot mutatott be. Mit mond? Féltem a néptől. Nem a néptől kell félni. Nem a gyülekezet tagjaitól kell félni. Hanem Istentől. Istentől. Hogy van írva? 15. rész 21. vers. Kereste a nép akaratát, nem az Istenét. A nép akarata rossz tanácsadó. A demokrácia rossz tanácsadó. A liberalizmus rossz tanácsadó. Isten a jó tanácsadó, az ő szelleme. Az ő szelleme. És a legnagyobb hiba, mi a Szent Szellem munkája? Megjelenti a jövőt. Mit csinál Saul? Elment a jövendőmondókhoz, elment a kuruslókhoz, elment a varázslókhoz, elment a bárványimádó istenekhez, és tőlük kér tanácsot. Miért? Mert az Úrnak szelleme elhagyta. Miért hagyta el? Mert nem volt engedelmes. Mivel kezdődött? A lázadás első lépése lázadóvá lett. Lázadóvá lett. És ez az ember a 40 évének végére elveszítette a feleségét, elveszítette a családját, a gyermekeit, meghaltak, elveszítette a királyságát, elveszítette Izraelt, mindent elveszített, elveszítette a Fridládát, elveszítette az Úr jelenlétét, és végül öngyilkos lett. Bah! Hát ezt hozta neki az Úr fölkeretése? Hát érdemes volt fölkerni? Érdemes volt megajándékozni ajándékokkal? Fölmerül benned a kérdés? Bennem is fölmerül. Isten a hibás? Nem. Megadta hozzá minden jogot, hogy egy győztes király legyen. Hogy örökké király legyen. A utódai mi hol veszített el? A következő generáció már nem az övé volt, hanem Isten maga választott szíve szerint való férfiút királynak. Hol veszített el? Hogy lázadó volt Istennek. Hogy önmagának állított emlékoszlopot. Hogy önmagának a dicsőséget szerezte. Hogy nem Istent imádta. Mi lett a vége? Fizikai megsemmisülés. Hát akkor lehet, hogy jobb lenne egy egyszerű hívő embernek lenni. Igen ám, de Istentől van kirendelt utat. Van egy út, amin végig fogsz menni.
És eljutok odáig, hogy a prófétának azt kell mondani, miért? Miért csináltad? Miért nem vártál meg? Hát valamikor tudtál várni heteket, hónapokat, hogy én megjelenjek. Miért? Mit mond Saul? Győztem, de féltem a néptől. Mit csináltam? Miért hagytad meg ezeket az állatokat? Miért hagytad meg az embereket? Miért hagytad meg a királyt, a főgonoszt? Mert féltem. Nem a félelem volt a hiba. A maga dicsősége volt a hiba. Mondd, mit mondott Sámuel? Hozzátok ide azt a királyt. És míg előjött a király, nagy peckesen, megmenekültem. Mit csinál? A Sámuel, az öreg Sámuel, királytot a kardját darabokra vágta. Darabokra megsemmisítette az ellenséget. Ott a nép meg a király előtt. Ezt kellett volna tenni. Nem, ki kellett volna írtanod magad közül a gonosz. Nem tetted meg. Az Úr is elvett téged. Mit mond Saul? Gyere, imádkozz velem a te istenedhez. Na ez volt a baj, hogy a te istenedhez, nem az ő istenéhez. Nem, egyszer sem mondta, hogy az én istenem. Hanem mindig Sámuel istenéről beszélt. Mindig a férjem, a feleségem, a rokonom, a pásztorom istene, a tanítóm istene. Nem! Neked van saját urad, aki fölkent téged, aki betöltött szent szellemmel és tűzzel. Aki szeret téged, aki elküldte Jézust, hogy megváltson. És mit mond, gyere, imádkozz velem! Mit csinált a proféta? Elment! Hát persze, hogy elment! Hátha! De miért olvasunk a 15. résznek a végén? Imádkozott. Együtt imádkoztak. Sámuel elment a maga városába, Saul is hazament lefeküdni aludni. Megint rossz helyre ment! Hova kellett volna menni? A hegyre. Hova? A hegyre? A hegyre? Az Úr hegyére? Hova? Betöltekezni újra a Szent Szellemmel. Betöltekezni. És mit mond Isten? És mondta az Úr Sámuelnek, 16. rész. Ugyan, meddig bánkódol még Saul miatt, holott én megvetettem őt, hogy ne uralkodjék Izrael fölött? Töltsd meg a szarudat, olajjal, eredj el, elküldelek téged Betlehembe, lakó isaihoz, mert a fiai közül választottam magamnak királyt. Halleluja. Itt kezdődött el a Jézus törzsfája. Itt lépett be az Úr Jézus, Betlehem a kenyérháza. Itt lépett be az isai fiai közül. Itt lépett be Dávid. Hízd össze isai fiait. És tudtod rádom, hogy mit cselekedjél. Kenj föl számomra, akit mondok néked. Dicsőség Isten. Micsoda útja van a prófétának. Micsoda útja, ha csak végig nézzétek ezt a Sámuelt, micsoda úton ment végig. Milyen szellemi úton ment végig. Kiskörlökként oda szentelte az anyja, a templomban lakott, ott élt. Micsoda úton megy végig, szolgálja Élit, meghal az Éli, szolgálja, ő uralkodik, ő áldoz a népért évtizedeken keresztül. Eljön az élete vége, közepetája, fölkeni Sault királya. 40 évig jár vele, majdnem 40 évig. És megadatik neki, hogy a következő királyt is fölkenje, aki az Úrnak kedves. Hú, micsoda életút. Micsoda életút. És egyszer se hibázott. Nem hibázott Sámuel. Van egy hiba leírva, arról most nem akarok beszélni. De megemlítem, nem jól nevelte a gyerekeit. Ez volt a hiba. Nem jól nevelte a gyerekeit. De nem hibázott az Úrral szemben, de a gyerekei felé igen. Meg is lett az eredménye. És fölkente Dávidot. Örökkivaló királynak. Örökkivaló királynak. Kent föl számomra, akit mondok neked. Isten nem szól előre.
sok proféta itt bukik meg. Oh, már hónapok óta tudom. Nem. Isten a végső szót ott mondja ki, amikor megérkezte. Nézd meg, mindig így van. Ez Istennek ez a karakter, ez a jelleme nem változik meg. Ó, mennyi embert láttam kóborolni, ide mennek, oda mennek, amonna mennek, szaladjunk, menjünk el a látóhoz, menjünk el élehez a pásztorhoz, amaz a pásztorhoz, innen megyünk, onnan. Nem! Az Istenhez kell menni, az Úrhoz kell menni. Ne futkossatok! Elmentem Romániába prédikálni, azt mondja nekem a vezető. Menjünk, kérdezzük meg a prófétát. Mondom, Laci bácsi, milyen prófétát? Hát a Szent Szellem a prófétánk. Ő jelenti meg a jövőt. Nem megyek sehova se. Nem akarom, hogy egy próféta befolyásoljon engem. Engem az Úr küldött ide, hogy már prédikáljon. Nem megyek sehova se. De miért? Mert nem. Mert tiltakozik minden részem bennem. Minden részem. Remek, hogy nem. Olyan szép, meddig bánkódol még? Emeld fel a fejed. Én Isten vagyok, te vagy, én vagyok a te Istened. Szeretlek téged. Én töltöttelek be Szent Szellemmel. Én áldottalak meg. Én bocsátottam meg a vétkeidet. Én haltam meg érted. Csak hagyd, hogy beszéljen a Szent Szellem. Finoman. Finoman. Amikor az Atya szól, azt nagyon kevesen éljük túl, ha az Atya megszólal. Mit hittek a tanítványok? Mint egy mennydörgés! Olyan volt! Ez az én szeretett fiam! Az Atya szólt. Hát háromszor vagy négyszer van a Bibliában leírva. Megijedtek. Amikor a Szent Szellem beszél, áldott. Szelíd fúvalat. De ez a fúvalat tűz! Tűz! Kedves gyülekezet! Kedves testvéreim! Szeressük az Istent! Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes lényedből. Szeresd Istent! És gyönyörködjél ő benne. Gyönyörködj az igében. Adj, menj fel a hegyre, adj időt az Úrnak, hogy beszélni tudjon veled. Legyél egyedül, ha kell, legyél magányos is, ha kell, legyél, adj időt. Ne zavard meg, ha valaki az Úrral tölti az idejét épp akkor. Segíts. Hogyan? Annyira szép. Annyira szép. Azt mondja Sámuel Saulnak, menj és várj rám 7 napig. És én megyek. És ez a király, ez a fiatal ember nem megy haza, nem megy pihenni, hanem az Isten hegyén várja a proféta. Kedves gyülekezet! Várjuk az Urat. Egyszer Jézus visszajön, és trombita fog szólni. Nem jön le a földre. Nem, mert a kegyelem akkor működne. Csak trombita szól. Nem jön le. Akiben a Szent Szellem van, a Szent Szellem fogja elvinni. Töltekezzetek be Szent Szellemmel. Amen.